Na, hello, hello, sziasztok, kellemes délutánt. Megérkeztem, hát igazából agyaltam rajta, hogy mivel játszak délután, mert ugye azt mondta, hogy sztori játék lesz. Igazából úgy voltam vele, hogy most valamiért nagyon benne vagyok ebbe a Medieval-be, aztán ehhez van nagyon kedvem. Így hát aztán mégse kezdtem bele egy másik játékba most így délután, holnap lehet. Nem mondom, őszintén több is van, amivel játszanék, azt nem tudtam eldönteni, hogy mi legyen. Aztán akkor inkább mondom, hogy menjen ez egy előre. Folytatjuk tovább a Medibolt. A terv az, hogyha megvan a bánya, megépítjük, és akkor el akarok kezdeni csinálni egy megtervezett falut máshova. Oké, na, hogy állunk? Jelenleg úgy, hogy semmi dolgom nincs így télire már. Gyorsan megnézem, hogy hova kéne csinálni majd ezt a falut. Ide húztam ki egy vonalat. Ettől beljebb kéne csinálni ide hátra. Lényeg az, hogy ez az egész terület itt jobbra, ez az lenne. Ez lesz az, amit még kitalálod, de szerintem így ez jó. Jó kezdőhely. Nézzük csak. Pakolok le házat, aztán megnézzük. Ennek pont az a lényeg ennek a dolognak, azért húztam így ki ezt a kertet. Így egyenes vonalba lehet mellette túlni. Nézzük csak, kell nekem egy út. Úgy. Érdekes, hogy így nem lehet utat húzni, amit nem értek mondjuk, hogy miért van. Nézzem. Így már lehet, oké, nézzük csak. Mondjuk nagyjából egyébként be lehet mérni ezt már, hogy egyenes legyen. Szerintem. Ja, ez így egész jól néz ki. Mindenképpen kellni fog a kerítés, mert ezzel kell kezdeni, most csak ezt így nézegetem. Megmondom őszintén. Oké. Jó, ez lesz az a terület szerint, amit kineztem magamnak, és akkor majd ide fogjuk megcsinálni az a szépen elrendezett falvacskát. Megvárom, még összejön ez a kerítés, amit akarok. Bányából, ugye itt lehet kifejleszteni ez a kőkerítés, és akkor azzal fogom elkezdeni.
Addig meg legalább termelődnek tovább a dolgaink. Aztán úgy jó lesz. Na nézzük, tekerjünk évszakot. Management szerint a kaja hogy áll, jó szarú. Azt mondja, hogy... Csinálok még nekik kaját. Szerintem 12, ez így jó lesz, 120. Ebből kell 80. Aha. Nincs hozzá tányér. Jó lesz. Faragok pár tányért, mert igazság szerint az is fejleszi tovább ezt az egészet. Inukin, szia, szia! Kicsit most nehéz lesz elérni ezt a báján, de ez elindul akkor itt igazából szerintem fél óra. Utána kezdem el a nagy építkezéseket végig. Szia, Desert! De baj, addig már istálót meg ilyeneket nem akarok ide lerakni, mert újra kell építeni úgyis. Megcsináljuk hamar az évszakváltást. De most itt eszembe, most volt tél, most újra izé lesz tavasz. Elég gyorsan megy most már. Újra tavasz lesz, azt mehetünk adót fizetni. Hogy haladok? Hát figyelj, az a cél, hogy most meglegyen a bánya, mert kell a kőkerítés, és akkor elkezdem, tudod, megépíteni ezt a úgymond látványfalut, vagy nem is tudom, minek nevezzük. Ahol igazából pontosan az élére van forgatva minden. Azért nem is akarok addig már építeni nagyon mást, mert idő lesz. Ja, már van valami, vagy lesz valami. Alakul valami. Kitaláltam amúgy a tutit. Jó lesz. Jó lesz majd.
Harcos, szia-szia! Grounded nem egy rossz játék, megélte ki játszani, de te már hányszor játszottad végig te? Hát már párszor végig toltad, nem? Grounded-et majd én is valamikor úgy fogom újra játszani, hogy most már azért patcheltek még az Invertorit, nem tudom, hogy azóta javították, de még azon várok. Úgyis ezután az Icarus tervezem, aztán amikor már kapott patch-eket, akkor nem azért, hogy könnyebb legyen nyilván, hanem azért, hogy ne kelljen itt rohanni. Mert hogy több dolog elfér, az úgy nekem jobban adná. Medium 2 plusz volt egy közös, ilyen a pacsakasztalod, vagy mi a fasz? Komoly, nagyon GG amúgy. Nem aprószod el a dolgot akkor. Na, közben megnézem, hogy miből mennyi van. Bőrből 350, szörméből van még... Szörme, prém 390, te jó Isten, és akkor még van szörme bakancsból 12. Hát gyerekek, mi folyik itt gyöngyösen? Na jó, áttalszom én ezt a telet. Legyen tavasz, aztán hadd szóljon. Nézzük meg, hogy mire számíthatunk. Azt mondja, a házasság napja, téged és lakóidat meghívták egy esküvőre, mindenki részt vesz az ünnepségen, és jól fogja érezni magát. Korlátozások, tosztot a párnak, nincs korlátozás, ünnepeljünk egész éjjel, hát ahhoz kocsma kéne, jó, hát tosztot a párosnak, az hello. Minden falusi 15 hangulatot kap, egész jó kis ilyen eventeket kapok amúgy, azt kell, hogy mondjam. Na, gyorsan nézzük meg az amortizációt, mert ahogy látom van, kell házat javítani, meg házat javítani, meg éléskamrát kell még javítani. Nézzük közben a... Hát ezek a malacokban az meg... Semmire kellő banda. Komolytalanok. Komolytalanok. Oké. Nem baj. Várni kell. Várni kell a sorunkra. Még lesz valami. Azt mondja, hogy kell. Hát viszek magammal a szalmát, mert az biztos, hogy kell. Azt mondja, javítás. Sejtettem, hogy az fog kelleni. Azt mondja, hogy az élés kamrába is kell valami javítás, ehhez már bot fog kelleni, hát azt én azt hiszem nem fogok itt most rohangászni a raktárba. 4 darab botot igazából hőgve találok. Ez legyen a legnagyobb baj a raktáramnak. És akkor itt még valami probléma van, itt is a háztetőt kell kalapálni. Azért a kőfal az egész jó, a kőfal az nem rongálódik úgy. Király, tetszik. A kőfal az jó bírja a strapát. Ide-oda, szia-szia.
Na, elméletileg meg is oldódott szerintem az a házasos di. Ja, ennyi. Kovács műhelynek nincsen... nincsen alapanyaga. Úgyhogy... mindjárt nézem, hogy mennyi rész van. Abból van, hát akkor csináltatunk rész eszközöket, mert igazából mindegy, hogy mit csináltat, mit termelnek, csak termeljenek. Ugyebár. Ezért mondtam, jó lenne már a bánya egyébként, mert hát ez így nem annyira célszerű ezt állandóan állítgatni. Tehát egyelőre ez van. Itt viszont nem szórakozok, 50-50%-ban csináltatom, ugye kés sokat használnak, inkább legyen abból több, meg fejszéből is, aztán a felesleget majd úgyis eladom a francba. Várjál, itt valami nem stimmel. Kovács műhely. Réz. Hogy jön ez ki? Száz százalék, valami még akkor be van rakva, nem jó. Már látom is, itt van ez. Itt van ez. Na így, ezzel mondom, valami nem stimmel. Így most már jó. Öt darabot tudnak csinálni már. 10 darab, várjátok, akkor emelkedett szerintem itt a embereknek a izéje, renoméja. Négyesek. De eddig is négyesek voltak, nem? Ja, viszont állj. Aha, volt szerintem szülés. Kitermelésbe. Mi a helyzet? Ott minden maxon megy. Elméletileg a konyhába ketten elmentek. Aha. Oké, konyhába kell gyorsan keresnem embert, mert nagyon nagy baj van. Azt mondja, hogy konyha. A Bernadetta az anya. Kovács. Na, itt van a... ja, ez a kisgyerek, ez biztos, hogy nem fog dolgozni. Itt van ő konyhába. Konyhába lett hozva. Oké, azt mondja, konyha 1. Takács. És kell nekünk még valaki. Jó, más egyelőre nincs. Meg kell várnunk. Jaj, meg kell várnom, még vissza fog jönni egy. Van a nehéz itt tényleg amúgy csinálni a dolgokat. Bánya mennyire van még? Hát olyan sok már nincs belőle vissza szerintem. Igazából 914 környéke. Kitermelésekkel azt elvileg hamar elérik szerintem. Itt a lenne a probléma most azzal van, hogy a konyhán lófasz nem fog dolgozni. Nézd meg. 6,25. 13. A 20-at épp, hogy elérik. Az eddigi 30 helyett. Na mindegy. Viszont nem veszek fel új embert, inkább besegítek a konyhába, azt kibekkelem, mert nem... jön vissza a következő évszakba egyik csaj. Elvileg. Úgyhogy nem variálok vele. Na, kezdjük meg a aratásos dit. Jó, megkezdtük. Bronzkassa, azaz. Ez volt a 8-as.
Berakom 4-esre. Azt mondja, a faszán lehet pergetni izébe. Külső nézetbe ezt a kaszálást. Na már kontárkodik. Ha nem bír magával az Erzsi. Oké. Okay. Jó, és akkor ez mi volt? Ez... Mit adtam be? Rózs. Át kell forgatni ezt akkor izére, másra. Gyerünk. Rózs, mehet az ab. Nincs mese. Nincs pihenés. Dolgozzatok, hogy... Állapot. Ez miért piros? Alacsonyabb hatásfok. Távoli pajta. Ja, hogy az problémát okoz, hogy távol van a pajta, ezt nem értem. Ja, ja igen, vonalzó, oké. Okay. Világos. Oké, okay, faszta, dolgoznak, az a lényeg, dolgoznak a fiúk, lányok. Ezek az egyik szórja a műtrágyát, a másik megy utána, az kapál. Na, ezt szeretném el látni minden nap. Jó a munkamegosztás. Ja, világos, világos. Viszont be kell állítsak akkor némi zabot. Bocsánat, rost. Vizére. Azt mondja, management, ház, állat, mezőgazdaság, pajta 2, és akkor kell nekünk zab. Zab, zab, zab. Ebből visszaveszek, mert nem kell ennyi most. Ez legyen kész, ez a lényeg. Így van. Így van, vagy így van. De rosszat állítottam be, mert rost akartam beállítani. Szóval rozs. Na. Nagyon jó. Hol dolgoznak igazából? Ja, adó! 11.551-et kell bepörgessek. Igazából mindegy, mikor pörgetem be szerintem, de lehet, hogy először elmegyek, bányászunk egyet. Már most időm van, mint a tenger, nem kell semmivel se foglalkozzak. Azt mondja, hogy azt számoltuk ugye, hogy kicsivel több mint 60 kaját kell megcsinálnom nekem egy személybe, vagyis nem nekem egy személybe, hanem összesen. 60 főzeléket, abból most megcsinálnak durván 20-at. Ez azt jelenti, hogy ilyen napi 40-et
azért nekem így be kell vállaljak. Ahhoz, hogy ugye most kompenzáljam azt a kiesést, amíg nem kapjuk vissza a szülésből a nőket. Most szerintem kibányászom a két bányát. Aztán nagyjából meg is lesz szájzénk a kitermeléssel ebbe az évszakból a bánya. Elsőn tudtam a kenyer. Jó, de azok csak egy készül, az nem sok. Azokat azért nem is számolom most bele, érted? De majd a fűvészesbe felveszünk, ó, várjál, fűvészesbe felveszünk valakit, na mindjárt körülnézek. Mert akkor az a gombát szedetek, aztán úgy végül is az jó, mert hogyha az be tud szedni ugye egy nem tudom mennyi gombát, amit lehet nyersen zabálni, akkor végül is helyben vagyunk, mert elméletileg úgy van, hogy most van plusz egy férőhelyem és nőnek. Úgyhogy megnézem, hogy találok egy gyorsan itt munkaerőt, aztán majd úgy. Hűvészesnek. Hűveszesnek. Na, itt van két csaj. A fűvészes az, annak milyen skillnek kell lennie? Túlélő. Vagyis ez a halas, ugye? Jó, igazából kettessel is jók vagyunk szerintem, mert majd fejlődik. Nem mondó vagyok, hogy ezt elviszük, mert ennek van hármas kitermelése. Aztán, hogyha szar van haza, akkor át tudjuk rakni máshova. Azt egyelőre akkor bezúdítjuk, azt szedjen gombát, mert most itt eszem, hogy tavasz van, most kell vele szedetni a gombát. Oké, fűvész, kunyhó, üres, fűvész, szedd a utcot. Nagyon jó, azt mondja, hogy fűvész, ez a kitermelés, fűvész, és kell, mit kell vele szedetni, kucsma gombát, vagy azt, az tavasszal gyűjthető, tessék. Hát azért ez elég sokat összeszed. 60 darabot per nap. Most tudom, nem ad sok kaját, mert valami 2-3-at ad, azt hiszem egy darab 2-3-at, valahogy úgy. De hát azért 60 darab az mindjárt jó. Kiszámolod, az 30, ez plusz 200, mennyi 180-at hozzától. Jó az. Ingyér van. Így ehetik a gombát. Gomba mennyit? Olyan 2-3 kaját ad, nem? Egy gomba. De a falusiaknál nem számít a mérgezés, és csak nálam számít szerintem, nem?
Figyelj, más nem pont azt számolom, hogy elméletileg Konyha 2-be fejlesztettem ki valami, vagyis még nem fejlesztettem ki, de láttam. Aha, ez az-e. Ezt lehet, hogy kitanulom, azt majd csinál, de mondjuk ez 40-es értékkel bír, ez nem túl erős. Húz a tekercs. Húz a szem, 2 kell egyhez. 3 vödör víz. 1 tojás, 6 liszt. Még összetett. Nyolc liszt. Lepény kenyér, várját, hogy tudok csinálni. Na most nézem, hogy igazából ehhez lószal se kell. Víz kell hozzá, meg izé, meg liszt. Lisztem az meg van egy raklappa. Lehet, hogy majd ilyet csinálok inkább én. Ja, 3 egység, aha. Vágom egyébként, hát ez azt jelenti, hogy egy vödör víz 3 üzét, megcsinálsz 3 kaját. Durván. Ugye 10 egység van egy vödörbe, ha minden igaz. Hol számolok? Pénk. Azaz. Nagyszerű. Legyen meg a bánya. A Proven update. Vassákánnyal csak 4-et kell ütni, nem 5-öt. Mondjuk, amikor már vassákányom lesz, akkor már nagyon nem fogok bányászni úgy. Szerintem amúgy. Csacra tippre. Majd itt a végén megnézem, hogy mennyit húz bele. Kielbe.
Oké, kiszúrom a kavicsot, az hello. Örülne a spec, mert te is kiszoktad szórni, mi? Bányászás közben. Hát figyelj, majd hogyha már térdig kell gázolni a kidobott kőbe, akkor... Az Ikarusznak a bányászási rendszere ilyen téren jobb, mert ott elég cél irányos, ugye ott nincs melléktermék. Itt meg van. Itt pont az, hogy itt maga telérbe szerintem túl kevés a fém. Az egyetlen baj van, semmi több. Hát igen. Mondjuk ilyen manuális, hogy mi ezt követ, ugye egyszer bányáztunk össze 20 darabot, de én biztos, hogy nem, hát ez felesleges. Az a legnagyobb időpocsékolás, hogyha mi ezt követ valaki manuálisan szedi. Az ebbe a játékba big waste. Egyedül, amit manuálisan megéri szedni, ezek a bányák itt. Főleg, mivel az elején más nem is tudsz csinálni, de az, hogy itt a izét valaki szedje, hát az semmi értelme. Mész követ. Szerintem. Oké, na, mennyi skill jött össze belőle? Elég jó, elég jó. Egyre közelebb és közelebb a bánya. Na most vagyunk szarba. Betelt a cucc. Na ilyenkor mi van, hello? Na ilyenkor mi a helyzet? Lehet, hogy elmegyek a másikhoz, azt upgrade-eljük a izét. Nincs mese. Mert ugye a fenti bányánál a raktár az egyes szintű, azt lehet feltolom kettesbe, nyerünk 1000 plusz férőhelyet, azért az nem telik olyan gyorsan be. Csak először csinál gyorsan pár deszkát tetőnek. Na hát eljutottunk ide is, hogy nincs hely a raktárba, jó napot. Sok a kő. Hát van belőle.
De azért nem dobálom el, mert a kőkerítés az feléli, tudod. Nagyon sok kőkerítés fog csinálni az új dizájnhoz. Aztán én szerintem a fele kimegy arra. Azért nem is variálok most. Ja, meg ugye agyagot azt már nem szedetek többet, most jött eszembe, mert szedettem egy csomó agyagot a vakolásnak ugye azékhez a mondjad már azt a népületeknek a vakolásához, majd azt az új helyre. Viszont a hátraknak a vakolásához kell, mert ugye azokat is újra kell vakoljam. Mindjárt meg is nézem, hogy mi a helyzet pillanat. Ide most kipakolok, már ide pakolnak be, hát ez már rég szar. Nézzük csak. 508 agyag, na hát az ezért mondom, hogy ez így mások. 508 agyag, meg mészkőből mi van, 360, inkább mészkő kell, mert az hamarabb elfogy. Management, ezt áttárítom hama. Sőt, ezeket lehet, hogy majd meg is szintetjük. Kell ennyi. Ezt követ, azt hozhatnak, az jó. Oké, 34 mész ki, a másikban mit hoznak? Abba is azt hoznak, oké. Okay. Nagyon jó. Hú, bazd meg. Mi ez a túltermelés? Az jó jel, nem? A raktárakat meghagyom egyébként a bányák előtt, akkor is, amikor már üzemel a bánya, mert pont ez miatt ez jó lesz. Majd a hármasnál meg upgrade-elem mindegyiket. Ott van deszka, elég a raktár upgrade-eléséhez, ugye? Ha jól tudom. Több nem kell. Mekkora a teteje? Ott vannak elének kell lennie. Megyek is, aztán upgrade-elem hamar a raktárat, mert nagyon-nagyon nem jól állunk. Ez a szerencsére deszka könnyebb, mint a fa. De így is már dolgoznak bele.
Gyorsan menjünk a stemetsel, majd upgrade-jét annak a raktárnak. Hat van? Kereken hat van? Akkor fasza. Most az upgrade-del legalább hogy egy kis, vagy lesz még egy kis hely is. Még jobb. Az a lényeg, hogy 60-ig legyen jó, mert 60-at csináltam. Hogy a deszka gyártásról állítottam az embereket. Pontosabban annyi deszkát gyártatok velük, ami párhuzamban elfogy a izére, a vödör gyártáshoz. Egyébként azt berakhatták volna, hogy a kutról, aki húzza a vizet, hogy ő is gyorsabban fejlődjön, mert szerintem nagyon, ő nagyon lassan fejlődik. Mondhatjuk, hogy azt elbaszták. Oké, itt vagyunk. Anyagraktár 2. Azt. Olyat akadt, azt hittem kifagy, basz. Na nézzük. Istálóssal. Aló istálós, de hogy. De az érdekes, hogy a malacos az fejlődik, mint az állat például. Ezért nem értem. Mindegy. Na, vegyünk még ki pár önköt, mert itt az úrnak problémái vannak a helyen. Nem kicsi, hanem sok. Ugye ezért gondoltam, hogy lehet azt fogom gyors elkezdeni a héten a Nioh 2-t majd délutánokban, mert én nem játszottam annó végig, aztán annak mondjuk érdekel a végjátszása. Minden délután játszok vele egy 4 órát, szerintem azért elég hamar végpörög. Kezd alakulni most már a hely. A
Az abban maradt annó, aha. Ezt szószjátékokkal előtte még nem játszottam, tudod, és kurvára nem értettem hozzá meg a skillelődés, de valamiért tök érdekes, hogy a... amióta végvittem a... mondjad már címét, ami idén jelent meg, még elfelejtem. Az Elden Ringet mióta végvittem, baszki, azóta tökre könnyen átláttam, hogy mi hogy működik benne ezekben a játékokban. Így most már pofon egyszerűnek érződik. Na, megvagyunk. Annyi, hogyha most már itt vagyok, akkor... Nincs itt kaja. Mit ő lenne, ba meg? Huszonnyolc vödör. Vödörgyártást vissza kell fogjam, mert szerintem sok lesz. Most vagy kevés a víz, nem, nem kevés a víz, a vödör sok. Vödörgyártást nagyon sok, nem kell ennyi. Műhely. Elég lesz ez a szerintem most a fele is egyelőre. Bitang sok vödröt csinálnak, ez meg nem jó annyira. Szia Mosré, mi a helyzet?